90-es években kelet-európai tetoválók elindítottak egy hullámot, ami megváltoztatta a tetoválás jövőjét. Az, hogy a mai tetoválás ott van, ahol van, mindannyian nagyon nagy hatással voltunk. Magyarok nagyon erősek voltak, kitűntek így szakmailag így a világban. Mikor lapozták a portfóliónkat, akkor azt mondták, hogy ez meg ti mindenhez értetek. Keresték a magyar tetoválókat. Legtöbb külföldi stúdió, ahol jártam, szinte mindig volt bent egy magyar. És kb. Ő volt így az üzlet korona égkövet. Magyarországból eljutni és Kín-Amerikába nyerni mondjuk egy fesztiválon első díjat, az elgondolkozik azért az ember, hogy honnan is indultam, hogy Hódmezővásárhelyről. Azt vettem észre, hogy Zalaegerszegen januártól decemberig külföldieken dolgozom. Minden nap. És repülőjegyet foglalt, és megtervezte az útját Zalaegerszegre, Koreától Ausztráliáig. Kaptam e-maileket, hogy itt túlnézünk éppen, tudjuk, hogy Budapesten dolgozol, ha esetleg ráérsz, akkor szeretnénk tetkót. Ide egy tigrist, ide meg egy sárkányt, adok érte 500 forintot. Ahogy fejlődött szakma Magyarországon, ahogy egyre jobbakat tudtak, egyre szebb munkákat tudtak a tetoválók készíteni, úgy nyílt egyre másra a stúdiók. 30 évet megfordult a világ. Nem kell ahhoz tokától bokáig kivart tetkófannak lenni. Érdekli az embereket, én azt látom. Első naptól kezdve, amikor elkezdtem tetoválni, úgy soha nem volt bennem olyan érzés, hogy én elronthatom. Csak olyan érzés volt bennem mindig, hogy én ezt meg tudom csinálni. Fiatalon mitől fél az ember? Tetkógép, a bőr és én.